Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Üdvözlöm a 24.hu gazdasági podcastjének, a Dellának a nézőit és hallgatóit. Mai vendégünk Surányi György volt jegybank elnök, és szerintem nem is lehet tökéletesebb alkalom erre a találkozóra, mint a mai nap. Azt fontos rögzítenünk, hogy a beszélgetést kedden, október 4-én délelőtt 10 órakor vesszük föl, miután a pénzpiacokról, kamatokról fogunk beszélgetni, itt pedig, ahogy az elmúlt időszakban tapasztaltuk, szinte óráról órára változik a helyzet, ezért fontos tudnia minden hallgatónknak, hogy mikor vettük fel a beszélgetést. Szóval, elnök úr, hogy látja az elmúlt napok eseményét, különös tekintettel arra, hogy a monetáris tanács hozott egy döntést a legutóbbi ülésén, 13%-ra emelte az alapkamat szintjét, egyben rögzítették, hogy ezzel vége is a kamatemelési ciklusnak. Ezt követően beborult a forintpiac, úgy a dollár, mint az euró rekord szintre erősödött ebben az időszakban. Ez a válasz volt várható a piac részéről egy ilyen bejelentésre? Nyilván pontosan előre nem lehet megjósolni egy ilyen bejelentést követően, hogy milyen lesz a piaci reakció. Nagy volt a valószínűsége annak, hogy kedvezőtlenül fogadja a piac ezt, részint azért, mert előzetesen legalább két szempontot figyelembe vett. Az egyik, aminek alapján a várható inflációs folyamatok következtében mindenki arra számított, hogy a jegybank irányadó kamata tovább fog emelkedni 13%-nál. Ilyen 14-15% körüli volt a piaci várakozás, mint egy minimum. Másrészt pedig az MNB vezetői folyamatosan arról beszéltek, hogy addig nem hagyják abba a kamatemelést, amíg nyilvánvaló jelei nincsenek annak, hogy az inflációs folyamat, ezen belül az inflációs várakozások megtörnek. Ehhez képest sem az infláció aktuális mértéke, sem a várakozások nem fordultak meg. Ennek következtében tehát az egyértelmű volt, hogy a piac kedvezőtlenül fogja ezt fogadni. Hogy milyen mértékben fogadja kedvezőtlenül, az nyilván előre megmondhatatlan. Az nem volt kielégítő magyarázat, amiről Virág Barnabás alelnök beszélt a döntés bejelentésekor, hogy úgy látják, hogy az előretekintő infláció már csökkenő pályán van, a világpiaci árak, nyersanyagoknál, mezőgazdasági termékeknél az inflációja csökken ezeknek a termékeknek. Ez nem volt egy elégséges indoklás? Két okból nem volt elégséges. Az egyik ok az az, hogy Magyarországon az inflációs számokat tekintve egyáltalán nem tükröződik még az augusztusi számokban az energiaáraknak az emelkedése. A rezsicsökkentés csökkentése az még csak most fog megjelenni a hazai árakban. Ennek következtében erről nem lehet mit tudni. Ehhez kapcsolódik az is, hogy tovább emelkedik Magyarországon a maginfláció. Itt meg kell jegyezni, hogy kiugróan a legmagasabb maginfláció nálunk van. Tehát ugye a maginfláció azt mutatja meg, hogy a külső hatásoktól, az exogén hatásoktól megtisztított inflációs ráta, amiben nincs benne az energia és az élelmiszer, az körülbelül mit mutat. És nálunk ez a maginfláció már augusztusban 19% volt, nagy valószínűséggel szeptemberben átlépte a 20%-ot, ami nagyjából az Európai Monetáris Unió maginflációs rátájának az ötszöröse, 4-5-szöröse. Tehát hiába lehet igaz az, hogy esetleg csökken, vagy látni a csúcsát, a tetejét Európában az inflációnak, ez nem igaz ránk nézve. Emellett elfelejtette elmondani a jegybank alelnöke, hogy milyen horizonton gondolja azt, hogy az infláció csökkenő pályára lép. Mert ezzel párhuzamosan azt is elmondta, hogy az év végéig, a jövő év elejéig még bizonyára növekedni fog továbbra is az infláció. Úgyhogy nem tudom, hogy ha 10 év horizontján gondolta a csökkenést, akkor valószínűleg igaza van, de ez a piacokat hidegen hagyja. Hozzá kell tennem azt is, hogy az MNB vezetőtestülete és ennek a közleményei 15 hónapja
folyamatosan arról beszélnek, hogy már látják az alagút végét. Egy apró probléma van, hogy ez az alagút vége egyre inkább kitolódik. Tehát akkor azt mondhatjuk ebben a helyzetben, hogy a jegybanki alapkamat az előttünk álló hónapokban továbbra is negatív reálkamatot fog ígérni a piac számára, hiszen az infláció meg fogja haladni ennek az alapkamatnak a szintjét. Ez azt jelenti, hogy továbbra is nyomás alatt lesz a forint? Nem egyszerűen negatív a reálkamat, hanem másfél éve emelkedően negatív a reálkamat. Tehát miközben a Nemzeti Bank arról beszél, hogy szigorító pályára lép, a kezét kell nézni, valóságban semmit nem szigorított, hanem lazított. Egy évvel ezelőtt a negatív reálkamat 3-4% volt. Ma a negatív reálkamat a szeptemberben várhatóan 20%-ot közelítő infláció fényében 7%, tehát 4-3-4-el szemben 7. Úgyhogy egyáltalán nem szigorított a Magyar Nemzeti Bank. Ugye éveken keresztül mondták azt, hogy számukra a mértékadó a maginflációnak az alakulása. A maginflációhoz képest is jelentősen lazultak a monetáris kondíciók. Ugye mind a reálkamat csökkent, negatív reálkamat emelkedett, mint pedig az árfolyam komponense a monetáris kondíciós indexnek lazult. Egy évvel ezelőtthöz, amikor 3,50-3,60 körül volt a forint árfolyama, most 420 körül vagyunk valahol, ez ugye azt jelenti, hogy tovább lazult a monetáris kondíciós index mindkét eleme. Tehát ilyen szempontból semmi olyan tényezőt nem látni, ami a forint árfolyamának a jelentékeny erősödése mellett szólna. Talán az emellett szólhat, hogyha evidenciaként, tényként látni fogjuk, hogy az Európai Unióval sikerült megállapodni, aminek azt remélem, hogy jó esélye van, de ehhez képest figyelembe kell venni azt, ami a mindennapokban a forint árfolyamát jobban behatárolja, két tényezőt. Az egyik, hogy rendkívül nagy a luk a külső finanszírozásunkon. Magyarul nagyon-nagyon megnőtt a folyófizetési mérleg hiány, megnőtt a külső finanszírozási igény, és ez nyilvánvalóan a forint árfolyamát rongálja. És emellett azt szokták mondani, hogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba belépni, de hogy nem. Ugyanazt a hibát követi el a jegybanknak ez a vezetése, mint az előző vezetése. Roppant alacsony a devizatartalék, amit évek óta próbálok mondani, évek óta kioktattak, hogy nem jól látom a dolgot, bár ne lett volna igazam. Hú, hát most rengeteg mindenre kellene reagálnom, de próbáljunk sorban haladni. Ugye a jegybank előretekintő forgatókönyve szerint azért tudták fixálni a kamatot, hogy előbb beszéltük is, mert úgy látják, hogy az import termékeknél árcsökkenés következhet. Ugyanakkor látjuk, hogy a forint árfolyam meg tovább gyengül, hiszen rekordokat ért el az euróval meg a dollárral szemben. Ez a két hatás nem tudja kioltani egymást végső soron? Hiába lesz olcsóbb az import termék, hogyha az árfolyamon viszont veszítünk. Figyelembe kell venni, hogy egy nyitott kis gazdaság esetében az árak alakulásának a szempontjából az aktuális infláció és az inflációs várakozásoknak az alakulása szempontjából nincs fontosabb indikátor, mint a deviza valuta árfolyamának az alakulása. A forint folyamatos, kontrollálatlan, szándékolatlan esése természetesen az inflációt és az inflációs várakozásokat is eszkalálja. Ilyen szempontból tehát az, hogy a világpiacon mérséklődnek nyersanyag és energia árak, az nagyon kedvező és nagyon jó, de ezt valószínűleg, hogy felülírja esetleg az árfolyamnak a változása. Úgyhogy ez mindenképpen egy kedvezőtlen tényező, de ennél talán még fontosabb, hogy Magyarországon az elfolytott infláció következtében azok az árarányváltozások, ár- és árarányváltozások, amelyek a világpiacon lezajlanak, még nem jelentkeznek a fogyasztói árakban. Tehát annak következtében, hogy elfolytjuk az energiaáremelkedést, elfolytjuk a benzináremelkedést, ársapkákat vezetünk be, kamatstoppot vezetünk be. Ez azt jelenti,
hogy az árak nem tudnak szabadon a piacnak megfelelően működni, úgyhogy az az infláció, amit most látunk, az nem tükrözi a világpiaci áraknak az alakulását, annak csak egy része az, ami megjelent eddig, úgyhogy hiába látni esetleg, vagy bízunk benne, hogy a világpiacon enyhül ez az árnyomás, mi még előtte vagyunk annak, hogy az alapváltozások tükröződjenek a hazai ár és jövedelem viszonyokban. Fogunk találkozni 20% fölötti havi inflációs mutatóval a következő hónapokban? Sajnos elég valószínű. Ugye már szeptember, és mintha ezt mondta volna egy bank, de sok elemző szerint a év hátra levő részében több hónapon keresztül is végig göröghet ez a mérték. Említette az árfolyamokat. Hogy látja a dollár esetében ez a 434-es küszöbérték, az eurónál aztán 426 volt az új rekord. Ezek könnyen és hamar meg tudnak dőlni? Nem szeretnék ilyen jóslásokba bocsátkozni. Ugye itt több szempont együttesen hat. Egyrészt nyilván hatnak a világpiaci árak. Hat a geopolitikai helyzet, tehát az ukrán háborúnak az eszkalálása, vagy a deeszkalációja. Hat a magyar folyófizetési mérleg, külkereskedelmi mérlegnek az alakulása. Hat a belföldi gazdaságpolitika, és jelentős mértékben, és nyilván ezt ennek részeként fontos szempont az, hogy a piacok megnyugvással tudomásul tudják-e venni azt, hogy az Európai Unióval sikerült-e a megállapodás. És végül figyelembe kell venni sajnos azt a tényt, hogy a magyar gazdaságpolitika hitelessége elég jelentékeny mértékben sérült. Úgyhogy ez a hat tényező eredője az, ami meghatározza az árfolyam alakulását is, sok minden más, de az árfolyam alakulását is, hogy ennek pontosan mi az eredője, ezt nem tudom megmondani. Nyilván a kívánatos az lenne, hogyha a forint nem lefelé menne, hanem jelentékenyen erősödne. Árfolyam erősítő tényezőként említette a lehetséges megállapodást az Európai Unióval a támogatásokról. Mekkora esélyt lát arra, hogy még idén megszülessen ez a megállapodás, hogy a jövő év elején már forrásokhoz jussunk, és arra mekkora esélyt lát, hogy 100%-os legyen ez a forráslehívás? Nagyon fontos lenne, hogy megállapodjunk az Európai Unióval, bár ez az én szememben leginkább egy ilyen szimbolikus üzenet. Az a forrás elvonási javaslat, amit az Európai Bizottság a napirendre tett, az asztalra helyezett, feltéve, hogy nem tudunk azoknak a várakozásoknak eleget tenni törvénymódosításokon keresztül, amelyek ahhoz szükségesek, hogy mindent megkapjunk. Ezeknek a mértéke a teljes uniós támogatás egészéhez képest nem drasztikus. Tehát a legrosszabb szenárióban a teljes Európai Uniós támogatás vissza nem térítendő támogatáshoz képest 15-20%-kal sérülhetünk. Ez nem egy jelentéktelen összeg, de ez alapvetően a magyar gazdaságnak a működését, finanszírozását, külső támogatottságát nem kezdi ki. Úgyhogy ennek inkább szimbolikus jelentősége van. Tudnélik az, hogy a nemzetközi pénz- és tőkepiacok, az üzleti szféra széles értelemben azzal a nyugodt érzéssel jöhet Magyarországra, hogy rendeződtek a kapcsolataink az Európai Unióval. Ennek van meghatározó szerepe, annak a üzenetnek, ha tetszik, hogy rendeztük a kapcsolatokat az Európai Unióval. Ez roppant fontos, ez sokkal fontosabb annál a 15-20%-nál, amit esetleg kockáztatunk azzal, hogyha nem kapjuk meg. Ez egy fontos hitelességi kérdés. Igen. Is, hogy sikerüljön megalapodni az Európai Unióval. Ezt megelőzően szükség lehet arra, hogy más módon teremtsen forrást a magyar kormány, gondolok itt az ön által is említett devizatartalék szintre, és elég jelentős deviza kifizetési igényre, főleg az energiaszámlák esetében. Milyen mozgástere van az uniós megállapodásig bezárólag a magyar kormánynak? Ha feltételezzük azt, amiben talán lehet bízni, hogy az év vége előtt sikerül megállapodni,
valószínű, hogy ennek a megállapodásnak az alapján effektív forráshoz pénzhez a jövő év közepe előtt nem fogunk jutni, hogy ez most április, május, vagy június, július, ezt nem lehet megmondani, de biztos, hogy nem az első negyed év lesz az, ahol komoly forrásokat lehet igénybe venni, lehívni. Ennek következtében teljesen nyilvánvaló, hogy ez a devizatartalék nem elégséges. Ugye a jegybank vezetői folyamatosan arról beszéltek, hogy a Greenspan-Guidotti szabály alapján, tehát az egy éven belül esedékes rövid lejáratú tartozásokat kell csak devizával fedezni. Ez több szempontból is egy teljesen téves és hibás megközelítés. Egyrészt azért hibás és téves, mert mindig elfeledkeznek arról, amire én egyébként nagyon büszke vagyok, hogy 96. január 1-től sikerült a forint konvertibilitását megteremteni. Magyarul nem csak devizában merülhet fel tartozás, hanem a forint eszközök is bármikor átváltódhatnak devizára, és ha bizalmatlanság, bizalomhiány, hitelességi probléma merül fel, akkor bizony a pénztulajdonosok, a jövedelemtulajdonosok át is válthatják a forint betéteiket is devizára, és akkor már is világos, hogy nem csak annyi tartalék kell, mint amennyi az egy éven belüli esedékesség. Kettő. Akár a Greenspan-Guidotti modell, akár a három havi import szintjén mért deviza tartalékigény a minimumot jelenti. A minimumot jelenti, ráadásul a három havi importnál a kötött devizagazdálkodású országokra vonatkozik ez, és nem a konvertibilis, a teljesen konvertibilis, liberalizált kereskedelmi és fizetési forgalommal bíró országokra. Ennek következtében teljesen nyilvánvaló, hogy ha a minimumon vagyunk, akkor ha úgy adódik, és a gazdaságpolitika irányítói úgy látják, hogy a piacnak nincs igaza, amikor elkezd kipécéznek kvázi egy devizát, és elkezdik támadni, de nincs igazuk, mert a fundamentumok mondjuk rendben vannak, nálunk ma nincsenek rendben a fundamentumok, de ha rendben lennének, akkor is, akkor csak abban az esetben tud védekezni hatékonyan egy jegybank, hogyha hátradőlve megfelelő tartalékok birtokában tud interveniálni a piacon, annyi devizát ad el, amennyit akar, és ezzel ezen a ponton csak a hallgató kedvéért jelezzük, hogy a 36-37 milliárd euró környékén van a devizatartalék, ezen belül a készpénz, egyéb állampapír állomány, olyan 29 milliárd környékén van, a fölöttes rész az aranyban, meg egyéb eszközökben. Most teljesen nyilvánvaló ebben a szituációban, amit szintén régóta mondok, hogy az arany, az pénz az ablakban, nem lehet vele interveniálni, ráadásul egyre drágább, mert ugye, ahogy emelkednek a kamatok a világban, az arany egy nem kamatozó aktíva. Emellett az év elejéhez képest mintegy 15%-ot veszített az árfolyamából az arany, és hát pénzügyi műveletekre használhatatlan. De az importunk is a megemelkedett nemzetközi árszint okán is egy ilyen 11-12 milliárd euró havonta, ehhez képest ez a devizatartalék már semmilyen szempontból nem elégséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy mindenképpen a legnagyobb kritikája az úgynevezett önfinanszírozási programnak, amit a Nemzeti Bank nagyon büszkén hirdetett, teljesen tévesen, és a szándékosan alacsonyan tartott devizatartalékoknak az a következménye, hogy amikor ég a ház, amikor baj van, amikor be kéne avatkozni a piacon, amikor erőt kéne mutatni, határozottságot kellene mutatni, nem tud. Hogy mondjak egy példát, a háború kirobbanását követően két héttel a cseh és a lengyel nemzeti bank elnöke nemzetközi sajtótájékoztatón állt ki, nem a helyettesük, az elnökök álltak ki, és közölték, hogy korlátlanul fognak interveniálni a devizájuk árfolyamának a védelmében. A cseh jegybank körülbelül 15 milliárd eurónyi devizát adott el az elmúlt hetekben, hónapokban, és az eredmény látszik is, a cseh korona árfolyama 20 éve gyakorlatilag stabil, 15 éve biztos, egyet lényegében nem csökkent az árfolyama. A lengyel zloty árfolyama az körülbelül 2-3-4%-kal ment le, a forint árfolyama 14%-kal ment le a háború kezdetétől. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy a háború az oka mindennek. A horvát kuna, a cseh korona, a lengyel zloty,
a román lej, a bolgár leva árfolyamai nem szálltak el. Csak a forint árfolyama szállt el, többek között azért, mert elégtelen a devizatartalékunk. És hogy a kérdésre még konkrétan is válaszoljak, igen, már rég ki kellett volna menni továbbra is devizahiteleket felvenni, de ha lehet, akkor nem most, hanem már korábban föl kellett volna tölteni a tartalékokat, amikor kedvező körülmények között 50-60-70 bázisponttal, tehát fél 0,6%-os felárral lehetett hitelt fölvenni. Ma a magyar adósságnak a kamatfelára, a kockázati prémiuma, az biztos, hogy 300 bázispont 3% fölött van, tehát lényegesen drágább, mint hogyha ezt 1-2-3-4 évvel ezelőtt tettük volna. Van-e olyan kényszer a magyar kormányon, hogy a valutaalaphoz, az IMF-hez legyen kénytelen fordulni? Szerintem nincs. Mert ugye ezek a piaci pletykák azért jönnek-mennek, hogy több fordulós tárgyalások voltak az IMF képviselőivel, amire az volt a kormányválasz, hogy ez a szokásos éves egyeztetéseknek a része volt. De engem is úgy tájékoztatta a kormányzati körökből egyébként, hogy nincs napirenden. Itt világossá kell tenni egy nagyon fontos kérdést. Többször elhangzik, azt gondolom, hogy nem kellő felelősség mellett, hogy az ország esetleg pénzügyi csőd vagy fizetésképtelenség felé menne. Igen, ezt mindenképpen szóba akartam hozni, hogy mi erről a véleménye. Technikai államcsődről megjelent. Igen, azt gondolom, hogy ezek felelőtlen megnyilvánulások, megalapozatlan megnyilvánulások. Nem jó a helyzet, de nagyon messze van szerencsére Magyarország attól, hogy pénzügyi csőddel kelljen szembenéznie. Egyelőre egy befektetési kategóriába tartozó országról van szó a nemzetközi hitelminősítők értékelése szerint. Egyelőre az Európai Unió tagjai maradunk, remélem, hogy ez örökké így lesz. A NATO tagjai vagyunk. A külső adós, és ami a legfontosabb, hogy az elmúlt 10-12 évben az ország meggyőződésem szerint helytelen makropolitikát folytatott, de egy területen jelentékenyen stabilizálódott a helyzet, ez pedig a devizában denominált, devizában kifejezett külföldi adósságállománynak a szintje. Ez jelenleg olyan szinten van, ami mellett finanszírozható még ez a egyébként rendkívül nagy külső finanszírozási igény is. Nyilván ez az alacsony külső devizaadósság szint módot, lehetőséget nyújt arra, hogy egy határozott gazdaságpolitikai fordulat mentén az ország visszaállítsa a pénzügyi egyensúlyát, tehát van idő az alkalmazkodásra, nem szükséges csőddel, fizetésképtelenséggel, stb. Riogatni, mert egy ilyen külföldi adósságszinttel bíró országot a nemzetközi, a magánpiacok is szívesen finanszíroznak. Tehát akkor a lényeg ennek az, hogy azért nem szabad riogatással, nem az a baj, hogy önbeteljesítő jóslattá válhat, hanem egyszerűen alaptalan, mert nincs olyan állapotban, nincs olyan helyzetben az ország. Igen, részben arról van szó, hogy alaptalan, tehát nincs olyan helyzetben az ország, de azért gondolom nem kellően végig gondolt, nem felelős megközelítésnek, mert a pénzvilága az olyan, hogy adott esetben alaptalan hírek is önbeteljesítővé tudnak válni. Tehát nem szeretnék részletekbe menni. Jobb megelőzni. Jobb megelőzni, nem. Tehát ezzel nem szabad ezzel visszaélni. Volt olyan az elmúlt évtizedekben, hogy Magyarország közel került ahhoz, hogy fizetési nehézségei legyenek. Ma nincs ebben a helyzetben. Egy picit még térünk vissza az árfolyam kérdésére. Mennyire csökkenthet a nyomáson, amit a piac helyez a forintra, az a tegnapi bejelentés, hogy az MVM és a Gazprom megállapodása által a téli hónapokban alacsonyabb árat kell majd fizetnünk. Halasztott fizetés, egészen pontosan halasztott fizetésről van szó. Tehát a következő 6 hónapban kevesebbet kell fizetnünk az orosz gázért bizonyos tőzsdei
árat meghaladó árszínvonal mellett? Kifejezetten kedvezőtlen megállapodásnak látom. Egyrészt egy szemfényvesztés, mert ettől a fizetési mérlegünk nem javul, nem romlik. Nem arról van szó, hogy olcsóbban kapjuk az orosz gázt, mint eddig. Ugyanígy a világpiaci árak alapján, a rotterdami tőzsdei árak alapján kell fizetnünk. Egész egyszerűen egy nem transzparens hitelfelvételről van szó. Egy olyan hitelfelvételről, ami 3 évre elnyújtja a fizetési kötelezettségünket. Tovább megyek, meg lennék lepve, hogyha ez nem tükröződne azonnal a folyófizetési mérlegben. Tehát a folyófizetési mérlegünk szerintem statisztikailag, amennyire én értem a fizetési mérleg statisztikát, nem javul. Az eredmény szemléletű, ettől ugyanakkora lesz a fizetési mérlegünk hiánya. A cash fizetés, a készpénzfizetés az kisebb lesz, a készpénzmozgás kisebb lesz, de ettől még az adósság megjelenik, és ezt a piacok is, a rating agencies, a hitelminősítők is ugyanúgy fogják értékelni. Ez képest az első piaci reakciók, mint hogy a kedvezőek lettek volna. A tegnapi csúcsok után ugye már a forint valamennyit tudott erősödni a dollárral szemben is, meg az euróval szemben is, nem is keveset teszem hozzá. Vagy itt más összefüggések vannak? Én szerintem nem ez a meghatározó összefüggés. A meghatározó összefüggés az, hogy tegnap déltől ma reggelig a dollár jelentékenyen gyengült az euróhoz, és ha valaki megnézi az euró-forint dinamikát, akkor azt látja az elmúlt 2 évben, hogy amikor a dollár gyengül az euróhoz képest, akkor a forint erősödik az euróhoz képest is. Amikor a dollár erősödik az euróhoz, akkor a forint gyengül az euróhoz is, nem csak a dollárhoz. Tehát itt a meghatározó ebben az árfolyam mozgásban nem ez a szerencsétlen bejelentés, hanem az euró-dollár árfolyamának az ezzel párhuzamosan bekövetkező változása. Eddig makroszinten beszéltünk a pénzpiaci mozgásokról. Kicsit menjünk le a vállalkozások szintjére. Egy 434 forintos dollár, meg egy 426 forintos euró. Ez mit jelent a magyar gazdaság, a magyar vállalatok számára? Mekkora a kitettségük? Mennyiben lassíthatja a magyar gazdaság növekedését? Önmagában nem ez változtat a magyar gazdaság növekedési lehetőségein, hanem két tényező. Az egyik tényező az az, hogy ami nem közvetlenül az árfolyammal függ össze, hogy egy brutális cserearányveszteséget szenvedett el Magyarország az elmúlt mondjuk 1 évben. Tehát ez sem a háborúval kezdődött minden ellenkező híreszteléssel szemben, hanem tavaly nyár óta, tavaly második negyed év óta látszik, hogy a nyersanyag és energia árak emelkedő pályára léptek. Hozzá kell tennem, hogy a nyersanyag árak már a lényegében visszatértek az 1 évvel ezelőtti szinthez, de ennek ellenére nagyon jelentős a cserearányromlásunk az energiahordozók kapcsán. Olyan jelentős az a cserearányromlásunk, hogy az idei növekedés teljes egészében elviszi a cserearányromlás, tehát de facto ebben az évben a magyar gazdaságban megtermelődő reál jövedelem 0. Na most ez a cserearányromlás, ez ugye azt jelenti, hogy ugyanannyi importér, sokkal több exportot kellene teljesíteni. Magyarul egy reális vagy realizált vesztesége van a magyar gazdaságnak. Ez a mikroszférában azt jelenti, hogy a cserearányromlás egy jövedelem átrendeződést hoz. Egy Magyarország számára, a magyar vállalkozások számára kedvezőtlen jövedelem átrendeződést. Az általunk nyújtott hozzáadott érték leértékelődik az általunk vásárolt termékekhez képest. Ez nyilvánvalóan a vállalkozásoknak a jövedelmezőségét, profitabilitását mérsékli, kikezdi, szélsőséges esetben veszteségbe taszítja. Ez mindenképpen egy nagyon rossz hatás. A másik hatás, ami nagyon rossz, hogy ez az árfolyam szint, ez önmagában pumpálja fölfelé az inflációt nagyon jelentősen.
ami önmagában ahhoz, hogy ezt a folyamatot meg lehessen állítani, a kamatoknak az emelkedését kell, hogy maga után vonja. A kamatok emelkedése pedig a vállalkozások szempontjából nyilvánvalóan a tevékenységüket, növekedésüket, beruházásaikat fékező folyamat, ami ugye azt jelenti, hogy az egész gazdaságnak a növekedése, esetleg a foglalkoztatás is visszaeshet. Ebben a folyamatban nem lesz fékező erő, hogy a jegybank leállt a kamatemelési ciklusról? Nem, mert az infláció tovább megy, és az inflációnak... Az infláció nem vesz tudomást arról, hogy... Igen, ő sajnos makacs, és halad előre, és inkább azt jelenti, hogy a hitelessége csorbul tovább a monetáris politikának, mert még lazábbá válnak a monetáris kondíciók, még kevésbé hiszi el a piac, hogy a jegybank eltökélt az infláció megállítása, a várakozások megfordítása mellett. Ez elbizonytalanítja a gazdaság szereplőit. Ez ugye azt jelenti az inflációnak egy ilyen szabad gyorsulása, hogy ez kikezdi a jövedelmeket. Nem csak a vállalkozó jövedelmét kezdi ki, hanem a munkavállalóknak a jövedelmét is. Tehát szeptember lesz az első hónap, amikor feketén-fehéren meg fog jelenni, hogy csökken a magyar munkavállalóknak a reálkeresete, reál jövedelme. Ez tovább fog menni. Nos, ilyen körülmények között, amikor csökken a reálkereset, a reál jövedelem, akkor a beruházási klíma nem fog javulni. Hova ruházzanak be a vállalkozók? A csökkenő keresletre, a csökkenő reálkeresletre? Ha a fogyasztói kereslet csökken, akkor nincs értelme bővíteni a tevékenységet, nincs értelme plusz munkaerőt fölvenni, nincs értelme új beruházásokat, kapacitásbővítő beruházásokat végrehajtani. Tehát ez mindenképpen kedvezőtlen a gazdaság egész szempontjából. Nyilván korlátozottabb információkkal rendelkezünk, mint a Magyar Nemzeti Bank stábja. Az ön tudása alapján 2022. szeptemberében mekkora lenne az indokolt alapkamatszint? Ehhez a 13%-hoz képest. Nem lehet. Vagy októberben elnézést. Mert... Nem lehet exakt számot mondani, nem is vállalkoznék erre, ami nyilvánvaló, hogy ennél lényegesen magasabb, mint a jelenlegi. Azért nem lehet erre konkrét választ adni, mert ebben az egyenletben, ebben a képletben benne van a jegybank hitelessége, ami valószínű, hogy jelenleg meglehetősen alacsony szinten van. Utalnék arra, hogy Csehországban vagy Lengyelországban lényegesen alacsonyabb az irányadó kamatszint. Ennek ellenére az infláció körülbelül hasonló, noha úgy látszik, mintha Lengyelországban kezdene megfordulni tényleg a folyamat, mert hogy ott nem folytották el az inflációt. Csehországban is, minthogyha tetőzne, és se az zloty, se a korona nincs szabad esésben. Tehát ott egy lényegesen alacsonyabb kamatszint, 7-8% az irányadó kamat ebben a két országban, ami 13-unkkal szemben, miközben az infláció augusztusban még elég közeli volt, de ott nem volt drámai elfolytás a tényleges helyzethez képest. Ennek következtében egy hiteles gazdaságpolitika, egy hiteles monetáris politika, egy hiteles monetáris hatóság lényegesen alacsonyabb kamatokkal is, nominális kamatokkal is meg tudja fogni az inflációt, míg ezzel szemben, hogyha egy jegybank hitelességét kikezdi az, hogy évek óta úgy kommunikál, úgy dönt, olyan döntéseket hoz, amelyek az infláció gyorsítását eredményezik, akkor nyilvánvaló ugyanennek a vezetésnek sokkal-sokkal mélyebben kell a fékre lépnie, mint egy hiteles csapatnak. Ugye sokan a vesztesei a gyengülő forintnak, de speciál pont a Magyar Nemzeti Bank a devizatartalékain keresztül a kevés nyertes egyike, ha jók az információim. Mégis veszteségbe fordult az MNB tevékenysége, úgy az előző évben, mint most az első fél évben. Mi magyarázza ezt? Ugye azzal kellene kezdeni, hogy
amikor a Nemzeti Bank nyereséges volt, vagy nyerességbe ment 13-14 fordulóján, akkor reggeltől estig azzal villogtak, hogy a Nemzeti Bank egyik fontos célja a bank nyerességessége. Akkor is nyilvánvaló volt mindenki számára, aki monetáris politikával valaha foglalkozott, hogy egy jegybank teljesítményét egyáltalán nem minősíti az, hogy nyereséges vagy veszteséges. A monetáris politika lehet kiváló veszteséges jegybanki eredmény mellett, és lehet csapni való nyereséges jegybanki tevékenység mellett. Nos, most azzal kell kezdenem, hogy nem önmagában az a probléma, hogy veszteséges a Nemzeti Bank, hanem az a kérdés, hogy mitől lett veszteséges. Ami a deviza árfolyamon elért nyerességet illeti, azzal kapcsolatban ki kell emelni, hogy ugyan a Nemzeti Bank ezen az elmúlt években is a leértékelődésen folyamatosan nyert, mert a bekerülési árfolyam mindig alacsonyabb volt, mint az eladási árfolyam, ahogy fokozatosan veszít az értékéből a forint az euróval szemben. De ez a nyeresség, ez egy abban az értelemben virtuális, hogy a Magyar Nemzeti Bank ugye az államháztartás része. Az államháztartásnak viszont van egy másik alrendszere, a költségvetés, a magyar monetáris alrendszer mellett, és a költségvetés a devizában felvett hitelein, a devizában fennálló adósságain többet veszített, mint amennyit a Nemzeti Bank nyert ennek a leértékelésén. A Nemzeti Banknál vannak a devizatartalékok, azaz az eszközök, és a költségvetésnél vannak a devizaadósságok, azaz a tartozások. A tartozásokon realizálódó veszteség az időszak egészében meghaladja az eszközökön realizált nyereséget. Úgyhogy ez a nyereség nemzetgazdasági szempontból nem létezik. Sőt, vesztünk ezen is, arról nem beszélve, hogy az inflációt is rofolja fel. Most ami miatt a Nemzeti Bank most veszteséges lett, annak az az oka, hogy a kamat eredménye a Nemzeti Banknak most már nem csak, most már egyébként a deviza kamat eredménye is, de a forint kamat eredménye nagyon nagy mínuszt mutat. Ennek több oka van, a legfontosabb az az, hogy a Nemzeti Bank az elmúlt években jelentős mértékben indokolatlanul túlságosan sok pénzt, túlságosan sok jegybankpénzt, túlságosan sok jegybank hitelt injektált a rendszerbe, és ennek következtében túllikviditás jött létre a rendszerben. Amikor akkor is nyomta a Nemzeti Bank a pénzt a rendszerben 2017 után, amikor már semmi indoka nem lett volna, zárójelbe kivéve a 2020-as évet, amikor a pandémia miatt bezuhant a gazdaság, akkor kétségkívül muszáj volt enyhíteni a kondíciókon, de 17-18-19-ben, 21-22-ben semmi oka nem volt a Nemzeti Banknak arra, hogy két kézzel öntse a pénzt a rendszerbe. Ezért egy túllikviditás alakult ki, és ezt a túllikviditást, hogy ne legyen még nagyobb infláció, a kamatok gyors emelésével próbálja kiszívni, kivenni a rendszerből, szakszóval sterilizálni. Ez az egyik oka. De a másik oka az az, hogy ekkora a veszteség, hogy nem csak az, hogy mennyiségileg túlpörgette a dolgot, ezzel önmagában inflációt csinált, és a külső egyensúlyt rongálta, hanem tehát ez egy mennyiségileg is hiba volt, de minőségét tekintve pedig azért ekkora a veszteség, mert amikor a hiteleket akár indokoltan, akár indokolatlanul benyomta a rendszerbe, túlfűtötte a rendszert, akkor egy nagyon komoly szakmai hibát követett el azzal, hogy fix nulla kamaton 10-15 évre kötelezte el magát. Megint szakkifejezéssel egy úgynevezett fedezetlen kamatpozíció jött létre,
a hitelei után 0%-ot kap a Magyar Nemzeti Bank, miközben ezeknek a kiszívására, semlegesítésére, hogy ne csináljon inflációt ez a többletpénz, picit leegyszerűsítve, 13%-ot kénytelen fizetni. Most az nem atomfizika, hogyha 0%-ot kapok a kihelyezett hiteleim után, és 13%-ot kell fizetnem, hogy ez a pénz ne csináljon további inflációt és külső egyensúlyromlást, akkor ebből veszteség fog következni. Elnök úr, mindjárt kifutunk az adásidőből, de egy kérdés mindenképpen fel akarok még tenni, ez pedig az euró bevezetésére vonatkozik. Mennyire látja ezt most egy reális opciónak? Ugye előjöttek most hangok politikai részről és gazdaságból is, hogy talán ideje volna megint elkezdeni gondolkodni az euró bevezetésén. Mennyire időszerű ez a gondolat? Ön milyen időtávon látja reálisnak ezt? Egy nagyon picit messziről indulnék. Azon nagyon kevés közgazdászok közé tartozom, akik egészen 2019-ig a kezdetektől fogva következetesen azon az állásponton voltak, vagy volt, hogy nem szükséges rohanni az eurozónába. Nem azért, mert elveszítjük a monetáris politikai önállóságunkat, aki egy kicsit is foglalkozott monetáris politikával, az tudja, hogy egy nyitott kis gazdaságban, liberalizált folyó és tőkemérleg mellett nem lehet igazán önálló monetáris politikáról beszélni, nem emiatt. Elsősorban azért nem, mert a stabilitás és növekedési paktum, illetve a Maastrichti kritériumok olyan keretrendszert határoznak meg, ami nagyon sok ellentmondással terhet a bent lévő országoknak is, és különösen azoknak, akiknek a növekedési potenciálja, ha jó gazdaságpolitikát folytatnak, akkor gyorsabb, mint a fejlett országoké. Ugyanis csak így tud felzárkózni. Nem elmerülve a részletekben, mert erre nincs idő, én emiatt, tehát abszolút szakmai megfontolások okán azt gondoltam, hogy amíg egy bizonyos fejlettségi szintet nem érünk el, addig jobb óvatosnak lenni. Ugyanakkor már megváltozott a véleményem 1-2-3 évvel ezelőtt, nem a szakmai ellentmondások okán, hanem azért, mert egyrészt úgy gondolom, hogy ha nem deklaráljuk az elkötelezettségünket a belépés mellett, akkor előbb-utóbb az Európai Unión belül a második-harmadik osztályba fogunk kerülni. Kettő, ha nem vagyunk a monetáris unió tagjai, akkor könnyebb az országot kivezetni az Európai Unióból. Három, az elmúlt 10-15 év magyar, vagy 20 év magyar monetáris politikája arról győzött meg, hogy semmivel lényegesen nagyobb károkat okozott az önálló magyar monetáris politika a magyar gazdaságnak, mint azok az ellentmondások, amelyek abból fakadnának, hogy az Európai Központi Bank végzi a monetáris politikát. Ennek következtében, ha ezeket a kockázatokat mérlegelem, akkor azt gondolom, hogy kisebb a kockázata annak, kisebb a terhe annak, az ellentmondás annak, ha belépünk, mint ha kívül maradunk. Ezen túlmenően ma azt gondolom, hogy fényévekre vagyunk a belépéstől, ikerdeficittel kell Magyarországnak szembenéznie. És nem csak a politikai akarat hiánya miatt. Nem csak a politikai akarat, ikerdeficittel kell szembenéznünk, magas ikerdeficittel a költségvetésben is, és a külső mérlegen is. Az inflációnk az több mint kétszerese a monetáris unió átlagos inflációjának, a maginflációnk négyszerese a monetáris unió maginflációjának. A kamatszintünk az fényévekre van az európai átlagos kamatszinttől, úgyhogy nincs olyan tényező, az államadósságunk az egyébként lehet, hogy idén közelebb fog kerülni a 60%-hoz, mert emögött a meglepetésszerű és brutális infláció miatt le fog csökkenni lényegesen az adósság GDP állományunk. Tehát lehet, hogy lesz egy tényező, amiben nem vagyunk olyan nagyon messze a belépési kritériumtól. Megjegyzem, ez a legpuhább kritérium, tehát ettől eltekintenek, hogyha... Én meg azt tenném hozzá, hogy 3-4 éve még mindent teljesítettünk nagyjából, minden igen. Kritériumnak megfelelően. Igen, tehát most egyetlen kritériumnak sem. Ezt figyelembe véve, abban az esetben, hogyha egy fordulattal
valami meglepő fordulattal egy kormány deklarálná az eltökéltségét a belépés mellett, az akkor is legalább egy 5-6 éves folyamatot igényelne, hogy megfeleljünk és beengedjenek a klubba. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a meghívást.